Negyedik rész. Hogyan szabadíthatjuk fel a hitünket? Első fejezet. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig megvallást az üdvösségre. Rómaiak írt levél 10-10. Az angol fordítás alapján kiemelés a szerzőtől. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Márk evangélium a 11.23. Az előző két fejezetben a rómaiakhoz írt levél 10, 10 első felét vetettük a látüzetes vizsgálatnak. Most nézzük meg a vers második felét. Szájjal teszünk pedig megvallást az üdvösségre. A megvallás négy fajtája. Az új szövetség a megvallásnak négy fajtájáról beszél, melyeket szélszerűnek tartok részletesen is tárgyalni az alábbiakban. Az évek során azt tapasztaltam, hogy sok zűrzavaros gondolat kering az egyházban a megvallással kapcsolatban. Első, ső, a zsidók bűnvallása. Legelőször is azt szeretném leszögezni, hogy keresztelő János és Jézus is tanították arról zsidó hogy meg kell vallaniuk bűneiket. Előáll a János keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára és kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálem is, és megkeresztelkedének minnyáján ő általa a Jordán vizében, bűneinkről vallás tévén. Márk evangéliuma 1. 4 5 -ig. kiemelés a szerzőtől. Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondván, betelt az idő és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk evangéliuma 1.14-től 15-ig. Második. A bűnösök megvallása az új szövetség korszakában. Másodszorban az új szövetség korszakában is szükség van arra, hogy a bűnös bűnvallást tegyen. Amikor Jézus erről beszél, egy nagyon fontos dolgot állít. De én az igazat mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöjj el hozzátok a végasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljű, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. János Evangélium a 16, 7 11 kiemelés a szerzőtől. A kilencedik verszakra kívánom irányítani olvasóim figyelmét. Jézus azt mondja, hogy a bűnöst a Szent Szellem arról az egyetlen bűnéről győzi meg. Legelső lépésként, hogy nem hit Jézus Krisztusban. Elutasította őt. Hányszor, de hányszor megtörtént, hogy ragaszkodtunk ahhoz, hogy megtéréskor az élete során elkövetett összes bűnét vallja meg a bűnös az üdvösség megnyerése érdekében. Valójában azonban képtelen ezt megtenni, hiszen még visszaemlékezni sem tud minden rosszra, amit tett. És egyik hozzá, nincs is még igei bűnismerete. A bűnösnek megtéréskor egyetlen lényeges megvallást kell tennie még pedig azt, hogy Jézus Krisztus az Úr. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Római azért levél 10.9. Harmadik, a hívők bűnvallása. A megvallás harmadik fajtáját az új szövetségben annak a hívőnek a bűnvallása jelenti, aki kikerült az Istennel való közösségből, Lásd János első levele 1.9. Ez a megtört közösség nagyon sok esetben betegségek is okozhat, hiszen Jakab is arra szólít fel, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jakab levele 5.16. Negyedik, amikor a hívők vallást tesznek a hitükről. A megvallás negyedik fajtája pedig a Bibliában, az Igében, a Krisztusban és az Atyában való hitünk megvallása. A megvallásnak ezt a négy fajtáját fogjuk tehát ebben a fejezetben megvizsgálni. Mindenek előtt fontos, hogy különbséget tegyünk azon zsidók bűnvallása között, akik felé Jézus Krisztus és keresztelő János intézett személyes, és ezzel kapcsolatban felhívást és azon bűnösök bűnvallása között, aki testben nem találkoztak a názereti Jézus Krisztussal. Az előbbi embercsoport az Ószövetség keretei között tette mindezt, míg az utóbbi már az Új Szövetség korszakában cselekszi. A Máté Evangélium a 3.5-6-ban ezt olvassuk. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea, és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallás tevén az ő bűneikről. Ez Isten szövetséges népéről ad képet, amit megvalják bűneiket, és János megkereszteli őket. Ez a vízkeresztségnek nem az a fajtája, amit mi, keresztények gyakorlunk. Jézus ekkor még nem halt meg, és nem támadott fel. János nem az atya, a fiú és a Szent Szerep nevében keresztelt, csupán az atya nevében. Itt tehát törvény alatt az Ószövetség keretei közt élő zsidók keresztelkedtek meg, a Jézus halálát, eltemetését, illetve feltámadást megelőző időszakban. Az apostolok cselekedetei 1918 ban viszont azt olvassuk, és sokan hívők közül eljönnek vala megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Itt pedig a pogány hátterű bűnösökről, vagy nem zsidó hátterű keresztényekről van szó pontosan ugyan nem tudjuk, miről tettek vallást, de nyilvánvaló, hogy olyan keresztények voltak, akik a mágia tárgyköréhöz köthető cselekedeteiket vallották meg bűnként. Fontos momentuma ennek a történetnek, hogy az érintett személyek nem azért tettek bűnvallást, hogy üdvösséget nyerjenek, hiszen már megtértek. Pogány hátterű keresztények voltak, akik nem azért vallották meg tehát a bűneiket, és hagyták fel a bűnös cselekedeteikkel, hogy megtérhessenek. A Biblia azt mondja róluk, hogy már megtért állapotban voltak. De mint látható, a megtérésük után könnyebben tudták megvallani ezeket a bűnöket és okkult gyakorlatokat. Vannak keresztények, akik sokszor alul kötik a szekeret. Abba kell hagynod ezt, fel kell hagynod azzal, hogy megtérhes. Mondogatják a bűnösnek, pedig a legfontosabb, hogy elfogadják Jézus Krisztust uruknak, a többi pedig szinte magától megy ezután. Az üdvösség megszerzése nem annak függvénye, hogy mit adunk fel érte. Egy misszionárius mesélte, hogy Brazíliában az 1950-es években mintegy 268 ezer ember tért meg a szolgálata során, és közel 100 ezeren töltekeztek be szent szellemmel, és kezdtek nyelveken szólni. Egy év leforgása alatt több mint 100 gyülekezetet alapítottak. Ez aztán ébredés a javából, különösen, ha meggondoljuk, hogy a megtérő 99%-a római katolikus volt. Hét évet töltöttem Brazíliában misszionáriusként mesélte nekem, és nagyon kicsi bázissal rendelkeztünk hívők tekintetében. A vasárnapi iskolát legfeljebb 37 fő látogatta, és a 7 év elteltével totálisan elcsüggedve jöttem haza. Aztán visszamentem, és több időt kezdtem szánni az uralvaló közösségre, a bőtölése és imádkozásra. Miközben Isten vára, vezetésére várakoztam, semmilyen bűn ellen nem prédikáltam konkrétan, és arról sem beszéltem az embereknek, hogy milyen bűnöket kell abbahagyniuk ahhoz, hogy üdvösséget nyerjenek. Egyszerűen elkezdtem az igét hirdetni. A katolikusok előszeretettel énekeltek egy dalt Jézus véréről, mi pedig átvettük ezt, és énekelni kezdtük a sátoros összejöveteleinken. Ahogy a brazil emberek meghallották, hogy énekeljük a dalukat, azt hitték, mi is katolikusok vagyunk, és özönleni kezdtek a sátoros Isten tiszteleteinkre. Amikor megkérdezték, hogy katolikusok vagyunk-e, azt válaszoltuk, igen, de nem római katolikusok. Elvégre abban az értelemben tényleg azok vagyunk, hogy hisszük, hogy egy egyház van. A katolikus szó pontos jelentése egyetemes, univerzális, tehát azt fejezi ki, hogy kizárólag egyetlen egyetemes egyház létezik, Természetesen azt, amelyiknek a názereti Jézus Krisztus az ura. Ezért aztán lelkiismerett fúrdolás nélkül mondhattuk, hogy katolikusok vagyunk, de nem római katolikusok. Nem prédikáltunk semmilyen más vallás ellen negatívan, és arról sem beszéltünk, mit kell az embereknek feladniuk az üdvösségért, egyszerűen az Isten beszédét hirdettük nekik. Ennek eredményeként pedig tömegek tértek meg. Emlékszem például egy hatvanas évei elején járó hölgyre, folytatta a misszionáriust, aki odajött hozzám, miután megtért és vette a szent szellemet. Mióta betöltekeztem szent egyszerűen semmit sem értek a miséből, panaszolta. Tulajdonképpen azóta alig járok a misére. Azt latolgatom, hogy egyáltalán nem megyek többé. Ön mit tanácsol? Nem tanácsolok semmit. Tegyen a saját meggyőződése szerint, és engedje, hogy az Úr vezesse. Feleltem. Lenne még valami más is, keresett meg ismét néhány nappal később. Képzelje, csak összeszedtem otthon az összes vallásos képet, és kidobtam a kukába. Sőt, azt is elhatároztam, hogy többé nem megyek misére. Úgy érzem, jobb helyem van itt a gyülekezetben. Szeretettel üdvözöljük az úr, így vezeti, feleltem. Ez sokkal célra vezető megoldás volt a missionárius részéről, mint arról beszélni az érintett nőnek, mit ne tegyen, ezzel tulajdonképpen szabad utat engedett a Szent Szellem vezetésének az életében. Lásd János evangéliuma a 16.13. Úgy vélem lényegesen több eredményt ér érhetnénk el az ilyen is ehhez hasonló kérésekben egy kevés bölcsességet használva. Semmi szükség, hogy emberekkel vi viaskodjunk, ahogyan arra sem, hogy megmondjuk, mivel hagyjanak fel. Nekünk csupán az a feladatunk, hogy hirdessük Isten beszédét, és világosan értésükre adjuk, hogy miben higgyenek. És mit valljanak meg? Azt, hogy Jézus Krisztus úr. Emlékszem, 1942-ben olvastam egy cikket a Pentecostal Evangel Pünkösdi Evangélium című heti lapban, egy prédikátorról, aki rengeteg római katolikust nyert meg Jézus Krisztusnak az Egyesült Államokban. Mindezt ő maga így kommentálta. Először is sohasem mondom az embereknek, hogy valamit rosszul csinálnak. Nem jó vallással kapcsolatos vitákba keveredni, merő időpocsékolás. Megkeresem azokat a pontokat, amelyeken keresztül könnyen megértettem magam velük. A római katolikusok esetében ezt a pontot Mária személye jelenti. Azzal nyerem meg a figyelmüket, hogy elmondom nekik, jobban hiszek Máriában, mint ők. Ezt persze nem értik, ezért arra kérnek, fejtsem ki érthetőbben. Ilyenkor odalapozok az apostolok cselekedeteihez, és megmutatom, hogy Mária is ott volt a felházban a tanítványok között, és ő is betöltekezett szent szellemmel. Majd elmondom nekik, hogy én is követtem Mária példáját, betöltekeztem Szent Szellemmel és szólok nyelveken. Amint megértik, hogy Mária is vette a Szent Szellemet, azonnal készek, hogy ők is részesedjenek ebből az élményből. Nem szoktam elmondani nekik, hogy ehhez előbb meg kell térniük, hanem csak arra kérem őket, térdeljenek le, amit készséggel megtesznek, hogy imádkozhassunk. Először bevezetem őket a megtérés imájába. Majd pedig azonnal a Szent Szellem imádkozom, hogy nyelveken szóljanak. Ezt nevezem én bölcsességnek. Maga a Biblia tanácsolja, hogy legyünk eszesek, leleményesek, mint a kígyó, és ártatlanak, mint a galamb. Egyáltalán nem beszélt arról, hogy mit kell feladniuk az üdvösség megszerzése érdekében, egyszerűen Jézus Krisztust hirdette nekik. Az utolsó gyülekezetben, ahol pásztorként szolgáltam, meglátogattam egyszer egy házas párt, ahol a feleség már megtért, a férj viszont még nem. Meghívtam őket az Isten tiszteletre, de a férfi, bár korábban látogatta az összejöveteleinket, nem akart eljönni. Annyira ellenségesen viszonyult hozzám, hogy arra gondoltam, talán tettem, vagy mondtam valamit, amit visszatetszést keltett benne, ezért elnézést kértem. Nem ön miatt van, Hegin pásztor mondta. El, elárulja, miért nem megyek? Amikor csak elmegyek a gyülekezetbe, meggyőződésre jutok a felelő, hogy meg kell térnem. De is éppen azt akarjuk, szóltam. A feleségem folytatta, épp ma a reggelinél kérdezte, miért nem hagyom végre abba a bűnös szokásaimat. Ő még nem tudja, és kérem, ne is mondja el neki, de már hetekkel ezelőtt próbáltam leszokni a káros szenvedélyeimről, azonban mindig visszaestem. Megpróbáltam, de is semmi értelmes gyülekezetbe járnom. Egyszerűen képtelen vagyok megszabadulni ezektől a megtérő bűnösök megvallása. Az igazság azonban az, hogy semmit sem kell lett volna feladnia, vagy abba hagynia ahhoz, hogy megtérjen. A rómaiakhoz írt levélben ez az áll. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézussal, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Rómaiakhoz írt levél 10.9. Kiemelés a szerzőtől. Ez az a megvallás, melyet a bűnösöknek tenniük kell. Eddig a sátán szolgálták. Isten szemében egyetlen bűnük van, mégpedig az, hogy elutasították Jézus Krisztust, mint megváltót és urat. Isten ezért azt kívánja a bűnösöktől, hogy vallják meg Jézus Krisztust uruknak. Ez a valóságos megtérés, ez a valóságos hit. Azt követelni a bűnöstől, hogy vallja meg a bűneit, mielőtt Isten új teremtésé tenni, éppen annyira észszerű, mintha valamelyik amerikai államkormányzója ezt mondaná, egy börtönben fogva tartottnak. Ha megvallod, hogy börtönben ülsz, feltételesen szabad lábra helyezlek. Hiszen magától értetődő tény, hogy az elítélt börtönben van. Ahogyan az is magától értetődő tény, hogy a bűnös ember az ördög gyermeke. Az üdvösség elnyerése érdekében azt kell tehát megvallania, hogy Jézus Krisztus úr és megváltó. Hagynia kell, hogy Jézus váljon az élete urává. Az evangélium szíve pontosan ez, megvallani, hogy Jézus Krisztus az Úr. Miután a bűnös megteszi ezt a megvallást, és újjászületik, Isten személyesen kezd foglalkozni vele, azokkal a dolgokkal a kapcsolatban, amelyeken változtatnia kell, valamint a bűnök tekintetében, amelyeket el kell hagynia, és ez meg is adja az erőt számára ha a te száddal vallás leszel az Úr Jézusról, szögezi le Pál, ami azt jelenti tehát, hogy hangos, füllel hallható módon történő megvallásra van szükség, a bűnös ki kell, hogy mondja érthető szavakba öntve azt, hogy Jézus Krisztus Úr. És ez a megvallás nem csak a megtérő személy érdeke, de a szükséges a körülöttünk lévő bűnös világ és a sátán miatt is, hogy egyértelműen kinyilvánítsa, többi nem tartozik az ellenség uralm alá. Lásd Efeszosziakhoz írt levél 119 21 -ig. Emlékszem, sok évvel ezelőtt Dallasban prédikáltam egy teljes evangéliumi gyülekezetben, ahol egy összejövetel előtt valaki a következő kéréssel fordult hozzám. Szeretném, ha imádkoznál egy férfiért, aki a reggeli közös imákra szokott járni. Reggelenként, mielőtt a férfiak munkába mennek, ma tartunk, és a férfi, akiről beszélek, már hat hónapja járja rendszeresen, egyetlen reggel sem mulaszt el, és ez idáig még nem tért meg. Talán te segíthetnél neki. Mivel érthető módon a férfiak napközben dolgoztak, nem tudtak eljönni. A délelőtti összejövetelekre ezért megbeszéltük, hogy szombat esténken Biblia iskolát fogok tartani, kizárólag az ő számukra több héten keresztül. Az első ilyen estén bemutatták tehát nekem, a van forgó illetőt, aki még a bibliát, aki még bibliát is hozott magával. Abban a pillanatban, ahogy ránéztem, pontosan tudtam, mi a problémája. Az összejövetel bizonyságtételekkel kezdődött, mielőtt mindenki elhelyezkedett. Állj fel, kérlek, mondd el, hogyan tértél meg és volt meg, hogy van üdvösséged? szóltam ehhez az emberhez. Nagyon megdöbbent, körülnézett, majd hebegve, habogva végül megszólalt. De én még nem tértem meg. Tudom, feleltem. Ha jól látom, hoztál magaddal a Bibliát, ugye? Nyisd ki, kérlek, a rómaiakhoz írt levél tizedik fejezeténél, és olvast fel hangosan a kilenctől tizedik versszakokat. Mert ha te szándal vallást teszel az Úr Jézusról, kezdte olvasni, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Üdvösséged van. Mert szívvel hiszünk az igazságra, száját teszünk pedig vallást az üdvösségre. Olvasd fel újra az utolsó részt, kértem tőle. Szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre, ismételte meg. Egész biztosan nincs üdvösséged, amíg meg nem vallod, mert szája történő megvallás az, ami által üdvösséget nyerünk. Tehát állj fel, kérlek, és vald meg, hogy van üdvösséged. Nem érzem úgy, hogy volna üdvösségem, válaszolta. Hát persze, hogy nem érzed, hiszen nem is érezheted, amíg nem történik. Viszont nem történik meg egészen addig, amíg meg nem vallod. Nem érzem úgy, hogy meg akarom ezt tenni, érvelt. Ha jól értem, vettem vissza a szót. Ebbe a gyülekezetbe jársz már hat hónapja imádkozni. Így igaz, helyeselt. Hat hónapja csak sírok, kiáltok segítségül, hívom az úrnevét, és többször meg is bántam már minden bűnömet. Akkor tulajdonképpen már csak azt hiányzik, hogy elhiggyed, amit ez a vers állít, és ehhez képes cselekedj. Ezért szeretném, hogy felej és megvolt, hogy van üdvösséged. Nem hiszem, hogy most menni fog erősködött. Akkor olyat tettem, amin magam is elcsodálkoztam. Már olykor előfordul, hogy Isten szelleme által olyat teszek, ami még engem is meglep. Mielőtt még felocsúthattam volna, azon kaptam magam, hogy ujjammal a férfira mutatok, és azt mondom. Megparancsolom, hogy állj fel és vald meg az üdvösségedet az Úr Jézus Krisztus nevében. Emlékszem, olyan kenettel és hatalommal beszéltem, hogy azonnal felpattant, rémülten körülnézett, majd így szólt. Nos, én hiszek azokban a versekben, hogy Jézus meghalt a bűneimért és feltámadt a halából. Isten feltámasztotta őt az én meg igazulásomért, és ezért én elfogadom őt, mint megváltómat, és megvallom őt uramnak. Majd nagyon gyorsan leült. Hogy eltereljem róla a figyelmet, megkérte még többeket, hogy tegyenek bizonyságot. Mikor befejezték, újra ránéztem az illetőre. Az arca újra gyogott, mint a neon fény a sötétben. Kérlek újra szóltam hozzá, hogy állj fel és tegyél bizonyságot. Ezúttal nem kellett kétszer kérnem, azonnal felugrott és felkiáltott. Tudjátok, amikor az iménti szavakat kimondtam, valami történt bennem. Biztos is, hogy valami történt benned. Örök élet költözött a szellemedbe, válaszoltam. A szánkkal kell tehát vallást tennünk az üdvösség érdekében, ezt a megvallást kell a bűnösöknek megtenniük. Most vizsgáljuk meg ebből az aspektusból a Máté Evangélium a 10.32-33-at is. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Kiemelés a szerzőtől. Kétségtelen tehát, hogy az újjeszületéshez, az örök élet megszerzéséhez, nyilvános megvallás szükségeltetik. A nyilvános megvallás ugyanis tényleges szakítás jelent a világgal. Hatalomváltás történik, és ez meghatározza a helyzetünket. Jézus Krisztus úrként történő megvallás azonnal az ő felügyelete, gondoskodása és védelme alá helyez bennünket. Leegyszerűsítve tehát korábban a sátán uralma alá tartoztunk, de egy napon urat változtattunk, amikor elfogadjuk Jézust megváltónak, és ezt meg is valljuk a szánkkal, onnantól kezdve ő az életünk ura és vezetője. Mindenképpen ragaszkodjunk ahhoz a tényhez, hogy megvallottuk Jézust úrnak. Ne csak önmagunk számára valljuk meg, és ne is csak az ördögnek, mert Jézus azt mondta, hogy emberek előtt tegyük meg. Tehát valljuk meg őt emberek előtt is. Amikor a hívők vallják meg a bűneiket. A megvallás harmadik fajtája, amelyről szó esik az új szövetségben, annak a hívőnek a bűnvallása, aki megtörte a közösséget Istennel. A 137. Zsoltár első négy verse szemléletes képet ad erről a megtört kapcsolatról. Babilon folyóvizeinél ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezünk. A fűzfákra közepette, oda függesztettük hárfáinkat, mert ének szóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig vigy dalra mondván, énekeljetek nekünk a Sion énekei közül. Hogyan énekelnénk az Úrnak énekét idegen földön? Ezek a verszakok tehát arról szólnak, hogy Izrael vétkezett Isten ellen, aminek következtében a babiloni birodalom katonai fogolyként olyként elhurcolták őket földjükről. Természetesen emlékeztek Sionra, a hárfáikat a fűszfákra akasztották, amikor pedig az ellenség azt kérte tőlük, hogy énekeljenek egy dalt, így kiáltottak szomorúságokban. Hogyan énekelnénk az úrnak énekét idegen földön? Ez nagyon jól illusztrálja a megtört kapcsolatot. Barátaim, abban a pillanatban, amikor mi hívők védkezünk, elveszítjük a bizonyosságunkat. A bűn azonnal kioltja a fényt. A hit nem tud arra fakadni, amikor megtörik Istennel a közösség amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal, és ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, miért tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amit ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűnünket, bűneinket hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem védkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. János első levele 1, 3-tól 10-ig. Kiemelés a szerzőtől. Már az első olvasásra is szembetűnik, hogy a közösség szó négyszer fordul elő ebben az ige szakaszban. Ha gondosan elolvassuk, Többször ezeket a sorokat arra is rájöttünk, hogy János nem bűnösöknek írta őket. Egyáltalán nem tanácsos tehát olyankor használni ezeket a verseket, amikor bűnösökkel imádkozunk, mert ezek nem rájuk vonatkoznak. Ezeket hívőknek írta János, elsősorban figyelmeztetésképpen, másodszorban pedig útmutatásképpen, hogy miként juthatunk vissza az Istennel való közösségbe. Ha azt állítjuk, hogy közösségünk van az Úrral, és mégis sötétségben járunk, hazudunk, nem mondunk igazat. Másként kifejezve azt mondja Isten, hogy ha kiestem a közösségből, és ennek ellenére azt állítom, hogy a szellemi állapotomat tekintve jól vagyok, nem mondok igazat, mert egyáltalán nem áll jól az Istennel való kapcsolatom. Ha azt mondom, hogy nem követtem el bűnt, az Istennel való közösségem mégis megszokat, akkor a hitem gyenge. Isten üzenete mindennek ellenére a következő: Ha megvallom a bűneimet, ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa azokat és megtisztítson engem minden igazságtalanságtól. Nagyon fontos, hogy ne emeljük ki sose az éppen aktuális verseket a környezetükből. Ha azt mondjuk, hogy nem követtünk el bűnt, hazuggá tesszük Istent, és az Isten igéje nincs bennünk. Értelmezik néhányan a tizedik verset, de ezzel már ki is emelték a szöveg környezetéből. Ne próbáljuk minden emberre általánosságban véve értelmezni ezt a verset. Itt ugyanis olyan szeméről van szó, aki újjászületett, de kikerült az Istennel való közösségből, és ezt nem hajlandó beismerni. Hadd legyek őszinte. Ha védkeztünk, pontosan tudjuk, és ha tudjuk, akkor a világért se próbáljunk okot találni arra, hogy kárhoztassuk magunkat. Az olyan ember, aki mindig keres valamit, amivel kárhoztatja önmagát, kirabolja magát a hitből. Ha védkeztünk, tudjuk. Abban a pillanatban tudjuk a bensünkben, ahogy elkövettük. Ha pedig nem tudjuk, akkor mindenekelőtt meg kell térnünk. A keresztények rendelkeznek egy belső monitorral, ami nem más, mint a lelkiismeret hangja, ami mindig tudatja velünk, ha rosszat tesznek. Ha tévesztjük a helyes irányt, és összezavarodunk, nem érdemes várni. Álljunk meg ilyenkor azonnal is mondjuk azt, uram, vétettem, kérlek, bocsáss meg. Ő pedig megteszi, és így töretlenül folytathatjuk tovább az utunkat közösségben vele. Amint megvallom a bűnömet, ő abban a pillanatban megbocsát nekem, én pedig úgy állhatok a jelenlétében, mintha a bűn nem is esett volna meg. Ha egyszer megvallottunk már egy bűnt, ne valljuk meg újból és újból. Hát ezzel gyengességet, kétejt és bűntudatot építünk ki a szellemünkben. Ha már egyszer megvallottuk, az úr megbocsátotta és elfelejtette, tehát nekünk is ezt kell tennünk. Többé nem emlékszik rá. Ha valóságosan megtértünk belőle és kértük a bocsánatát. Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat, önmagamért és bűneidről nem emlékezem meg. Izsaiás könyve 43.25. Vagyis Isten nem emlékszik többé arra a bűnre, amivel megtörtük a közösséget. Ha őszintén megtértünk belőle és kértük a bocsánatát. És ha ő elfelejtette, akkor nekünk miért kellene emlékezetben tartanunk azt? Nem a Szent Szellem, és nem is Isten az, aki kárhoztat, hanem a sátán az, aki megpróbál hasznot húzni ebből, ő igyekszik folyamatosan felidézni az emlékezetünkben a már megvallott bűnt, hogy legyőzzön. Ilyenkor egyet kell tennünk, többet nem gondolunk arra a bűnre. Ha ugyanis engedjük, hogy a bűntudat továbbra is emészen elfogyjuk a hitünket, és az ellenség kötelékébe kerülünk áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsoltára könyve 103 ig kiemelés a szerzőtől. Nem tudom, meghallgatja -e Isten az imámat, vagy sem hallani keresztényektől. Vannak, akik azért kérik, hogy imádkozzam értük, mert nem tudják, meghallgatja őket Isten, amivel védkeztek, és elbuktak. De ha őszintén megtértek, Isten nem emlékszik rá, hogy bármi rosszat is elkövettek volna. Azok kedvéért, akikben még két helyek dúlnak ezen állítással kapcsolatban, az Ézsai könyve 43.25 25 mellett szeretném még két további verssel is halát támasztani ezt az igazságot. No, értek, törvénykezzünk, azt mondja az úr. Ha bűneitek is karlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Izsaiás könyve 1.18. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze vettél el tőlünk, ami védkeinket. Zsoltárok könyve 103.12. Talán most már minden olvasom látja, micsoda nagy bizalommal, hittel és bátorsággal mehetünk Isten elé. Hogyan képes Isten megbocsátani és eltörölni bűnöket? Kérdezheti erre valaki. Most azt nem tudom, hogyan csinálja, de hála legyen neki, hogy megteszi. Lehetetlenség erre választani, Isten annyira hatalmas. Egyszerűen annyit kell csak tennünk, hogy örvendezünk az igazságban. Nagyon sokan kibeszélik magukat a hitből. Erre azonban semmi szükség. Ha védkeztünk és kértük Isten bocsánatát, akkor ő megtette. Elfelejtette a bűnt, és nekünk is így kell tennünk. A lényeg tehát, a hívőknek igenis készségesnek kell lenniük arra, hogy megbocsássanak önmaguknak, ahogy Isten is hajlandó megbocsátani nekik. Sokan azzal fosztották meg magukat a hittől, hogy nem hajlandók megbocsátani önmaguknak. Folyamatosan a bűntudat állapotában tartják magukat, és ez megrabolja a hitüket. Figyeljük meg, mit írja a kab levelének. 5. fejezetében, a 14-től 15. versekben. Beteg a valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvénőt olajjal az úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki. Kiemelés a szerzőtől. Évekig használtam ezt az igét, miközben az isteni gyógyulásról prédikáltam, és megpróbáltam megértetni az emberekkel, hogy a gyógyulásuk Isten akarata. Ám a legtöbben mindig csak átsiklottunk a kijelentés utolsó mondata felett. Nem régiben aztán egy bizonyos személy miatt imádkoztam, akiről tudtam, hogy bűnben él. Újból és újból elbukott ugyanabban a dologban. Mielőtt imádkoztam, érte így szóltam az úrhoz. Nem tudom, mi lesz ezzel az emberrel, hiszen újra és újra elköveti ugyanazt a bűnt. Gondolod, hogy kénik tőled olyat, amit én magam nem tennék meg? Válaszolta az úr. Nem, uram, biztosan nem feleltem. Nem olvastad az igényben, hogy amikor Péter megkérdezte, Uram, ha az én testvérem védkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán hétszer? Amire én azt válaszoltam, hogy nem hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. Azaz 490-szer. Máté evangélium a 18-21-22-ig az angol fordítás alapján. Ekkor kezdett terengenni, mit akar értésemre adni az úr, majd azt kérdezte. követelnék -e tőled olyat, amit én magam tennék meg? Nem hiszem, ez igazságtalanság lenne, és te nem vagy, az, nem vagy igazságtalan, feleltem. Akkor tehát meg fogok bocsátani ennek az embernek is. Mennyi is imádkozz vele, mondta. Ez az ember rosszat tett, és most learatja védkének gyümölcseit, azért betegedett meg, mert bűnt követett el, gondoljuk bizonyos esetekben. Való igaz, hogy néha megtört közösség is okozhat betegséget. Isten igéje azonban azt is mondja, hogy ha bűnt követett is, el megbocsáttatik neki. Ez a felismerés friss segítséget adott nekem a mások felé való segítségnyújtásban, mivel túlságosan is sok olyan hívővel akadt már dolgom, akik egy múlt déli botlásokból fakadó folyamatos kárhoztatás miatt kibeszélték magukat a hitből. Az ilyen keresztények azt gondolják, hogy örökre az ágyat fogják nyomni, mert korábban rosszat tettek, védkeztek. De hála Istennek a Biblia nem az ő felfogásukat erősíti, mert azt mondja, a hitből való imádság, a hit imája megtartja, megmenti a beteget, és az Úr felsegíti őt, és a bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Remélem sikerült olvasói előtt világos se tennem, hogy a bűnbocsánatban benne van a gyógyulás is. Ez már szinte túl sok a számunkra, hogy megértjük, de hála Istennek az ő kegyelméért. Ez a kegyelem meghaladja a mi emberi felfogó képességünket. Emlékszem, nem nemrégiben egy nagyobb térséget átfogó konferencián prédikáltam, és ugyanerről tanítottam napközben az Isten tiszteleten. A térségben szolgáló prédikátor odajött hozzám, és elmondott egy történetet. Tudod, egy időben nem értettem egyet azzal, amit tanítasz, de emlékszem, mielőtt megválasztottak a térségvezetőjének, aminek pár jó néhány éve, egy új gyülekezetben szolgáltam, egyetlen férfi volt csupán. A nők hordozták a terhet, és mindent megtettek, amit csak lehetett, hogy kifizethessük az épület fenntartási költségeit. A gyülekezet egyetlen férfi tagja, egy mindannyiunknál tehetősebb üzletember volt. Viszont maximum egy dollárt adakozott hetente, pedig elképesztő szükségünk lett volna a támogatására. Egyszer hajnali kettőkor telefoncsörgésre ébredtem, és a vonat túlsó végén ez a személy volt. Tegnap épp zárás előtt eltörtem a bokám, mondta. A szomszédom itt van nálam, és a gyógyulásról beszélgettünk. Ő római katolikus ugyan, de úgy gondolja, ha te eljönnél és imádkoznál, értem, Isten meggyógyítaná a lábam. Vakarhattam a fejem, folytatta tovább a lelkész. Mit évő legyek? Biztosra vettem, hogy Isten nem gyógyítja meg azt a fickót, hiszen annyira hálátlan és fukar volt. Legszívesebben azt mondtam volna neki, Isten nem gyógyít meg téged. És aztán magára hagytam volna. De nem tettem ilyet, különösen, hogy ott volt vele ez a római katolikus barátja is. Így hát felöltöztem és elmentem hozzá. A katolikus ismerőse kijelentette, hiszi, hogy Isten bármit képes megtenni. Mielőtt felepszmélhettem volna, mit is teszek, már az ágya lábánál térdeltem, kezem a férfi begipszelt bokáján, és nyugod, nyugodott, és azt mondtam, Istenem, gyógyítsd meg őt most, a Jézus Krisztus nevében. És szellememben tudtam, hogy meggyógyult. Ott álltam, és figyeltem, ahogy levágja a kötést a lábáról, kiugrik az ágyból, rááll a bokájára, és azonnal járni kezd. Aztán hazamentem, de nem tudtam elaludni. Hogyan gyógyíthatta meg Isten ezt az embert? Ahogy ezen gondolkodtam, egyszer csak eszembe jutottak Jakab kabakpostol szavai. Az úr felsegíti őt, és ha bűnöket követett is el, megbocsáttatik neki. Hiszen Isten jobban ismerte őt és a helyzetét, mint én. Tudtam, mert hallottam, hogy mi alatt én a bokájáért imádkoztam, végig könyörgött, kérte Istent, hogy bocsásson meg neki. Hallottam, ahogy azt mondja, Istenünk, kérlek, bocsáss meg nekem minden rosszat. Hát nem csodálatos, hogy Isten ennyire hirgalmas? Nagyjából ugyanabban az időszakban jöttem el abból a gyülekezetből, folytatta tovább a történetet a szolgáló, és szépen növekedett a tovább, csak hogy jött a háború, és a hívők fel elköltözött a városból és annak környékéről. Úgy tűnt a kerületi irodára hárul a gyülekezeti épületre felvett hitel részleteinek törlesztése. Ám akkor ez a férfi előállt és felajánlotta, hogy ő fogja fizetni a részleteket. A háború alatt több mint négyezer dollárt adott ki az ingatlanra. Évekkel a háború után, amikor az utolsó törlesztő részlet is kiegyenlítésre került, a gyülekezet meghívott, hogy vegyek részt a jelzálog papírok ünnepélyes elég elégetésén. Vissza kell fizetnetek ennek az embernek mindazt, amit erre az ingatlanra költött, mert óriási részt vállalt magára, és amint látom, már a ti anyagi helyzetetek is rendeződött. Jelentettem ki a gyülekezet vezető testülete előtt. Ő azonban közbeszólt. Nekem elég lesz a fele összeg is, és ezt is felajánlom a körzet itteni missziós céljainak támogatására. Azóta többször is megbántam az úr előtt, hogy milyen mogorva hozzá lesz, tanúsítottam e felé az ember felé, amikor arra kért, hogy a törött bokájáért. Tette hozzá végezetül a prédikátor. Micsoda nagy különbség úgy nézni a dolgokra, hogy Isten igéje mondja, nem pedig úgy, ahogy mi gondolkodunk. Minden megváltozik, amikor Isten szemszögéből kezdjük látni a dolgokat. Amikor megértjük a Bibliát, egyúttal megértjük azt is, miért cselekszik Isten úgy, ahogy cselekszik. A Szentíráson keresztül megérthetjük, miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek. Álljon itt a fejezet lezárásaként egy hosszabb szakasz a zsidókhoz levél tizedik fejezetéből. Mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat, különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nemi bűntudattal nem bírtak volna. De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Elsőtől negyedik versek. Pál itt arról ír, hogy az Ószövetség idején a bikák és bakok vére nem volt képes eltörölni a bűnöket, az évvérük csupán elfedezni tudta azokat. Az emberek szívében továbbra is ott maradt a bűn, és vele együtt a bűntudat is. Jézus Krisztusban azonban a bűntudattól is megváltott minket Isten. Miután kértük Isten bocsánatot a bűneink miatt, soha többé nem kell emlékeznünk azokra. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket, a holt cselekedetektől, hogy szolgáljátok az élő Istennek. Zsidókhoz írt, levél 9.14. Kiemelés a szerzőtől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítsa minket minden hamisságtól. János első levele 1.9. Kiemelés a szerzőtől. Annak, aki megtért a bűnből és megvalott az Istennek, többé nem kell gondolnia rá. Isten nem emlékezik arra, mi miért tennénk tehát. Ha befogadjuk a szívünkbe ezt az igazságot, megláthatjuk, milyen nagy bizalommal mehetünk imában hozzá, mert megvan bennünk az a biztos tudat, hogy meghallgat bennünket. Kérdések a fejezethez. Első. A megvallásnak mely négy fajtájáról beszél az új szövetség? Második, a bűnösnek milyen megvallást szükséges tennie. Harmadik, mi a lehetséges következménye annak, hogy egy hívőnek megtörik az úrral való kapcsolata. Negyedik, mivel magyarázható, hogy keresztelő János kizárólag az atya nevében merítette alá az embereket. Ötödik, melyik az az egyetlen bűn, amiről a bűnösnek megtéréskor vallást kell tennie. Hatodik, mi az evangélium központi üzenete. Hetedik, Miután az ember újjászületik, mit tesz az életében Isten? 8. Mi a neve annak a valaminek, ami a keresztények bensőjében, mint egy monitorként működik, és tudatja velük, ha rosszat tettek? 9. Miért nem célszerű az egyszer már megvallott bűnöket újra és újra megvallani? 10. Mi történik a hittel, ha folyamatosan olyan dolog miatt hibáztatjuk magunkat, amivel kapcsolatban egyszer már kértük Isten bocsánatát?